Nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt büntetőfeljelentést teszt Pölöskei Gáborné Áder Anna Mária, Généme a DK Országgyűlési képviselője ellen. Erről Áder János adott ki közleményt. A DK azt követeli, Pölöskei néne a testvérével üzengessen, hanem álljon a nyilvánosság elé a pedofil ügyben. Généme beszélgetünk. A kérdés persze nyilván az, vagy az is, hogy az országgyűlés kiadja az, ön, az ellenzéki politikusként a mentelmi jogát. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mert ugye az enged szabad folyást valójában ennek az ügynek, amely ügynek van egy előzménye, az önállítása. Beszéljünk akkor először az állításáról. Hát még előbb menjünk egy kicsit, hogyha lehetséges, beszéljünk arról, hogy Árder János testvére, aki annak idején 2011-ben a Fővárosi Önkormányzat gyermek, ifjúsági védelmi és gyermek és ifjúságvédelmi osztályát, főosztályát vezette, ő mit tett, vagy mit nem tett ebben az ügyben. Ugye, hogy a kedves nézők is pontosan értsék, elindult egy vizsgálat a 2011-es bejelentés nyomán, és akkor a Tarlós István vezette Fideszes főváros ezt a pedofil váddal illetett igazgatót, akiről végül is ugye jogerős bíróság ítélet kimondta, hogy pedofil volt és zaklatta és molesztálta a gyerekeket. Nem tettek igazából semmit, persze elindítottak egy vizsgálatot, amit fel is függesztettek, hiszen a rendőrséghez fordultak, és összesen érdés mond, három hétre tiltották ki ezt az igazgatót a Bicskei Gyermekotthonból. Magyarul az egész rendőrségi vizsgálat alatt, még egy fél év múlva a rendőrség a vizsgálat le, le nem zárta azzal, hogy nincs itt bűncselekmény, semmi nem történt. Ez az igazgató ugyanúgy igazgató volt a Bicskei Gyermekotthonban. Ezt a helyzetet nem minősíti, pont az, amit mondott, hogy a rendőrség lezárta az ügyet azzal a megállapítással, hogy nincs itt semmi látnivaló? való? nem, mert azóta már tudjuk, hogy lett volna látnivaló. de ezt nem elnéző. tudhatta egy, egy fővárosi főosztályvezető, ha a rendőrség nincsen semmi. Egy ilyen esetben, aki ellen ilyen vádat fogalmaznak meg a nevelő otthon dolgozói, akkor őt minimum felfüggesztik az állásából a rendőrségi vizsgálat végéig, és nem pedig megengedik azt, hogy ugyanúgy vezesse, igazgassa ezt az otthon, és egyébként az, 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 ez, szerintem erre kellett volna gondolni az akkori főosztályvezető meg az egész városházi vezetésnek, hogy esetleg befolyásolja is ott a tanukat, illetve a gyereket. Ugye 2011. szeptember 16-án volt két bejelentő, akivel kereste a fővárosi önkormányzatot, hogy a Bicskei gyermekotthon belső ügyeiről Tájékoztatást adjon. Ezután fordultak ők a, a fővárosi önkormányzatnál a rendőrséghez. Az már november volt, tehát addig is eltelt egy jó idő, és a, körülbelül három a hétig, egészen december 5-ig volt csak az igazgató szabadságon. Tehát amikor a rendőrségi vizsgálat érdemben zajlott, az alatt a, a Bicskei otthonnak az igazgatója ott volt végig az otthon. Mivel vádolja? az egykori főosztályvezetőt. Én azt állítom, azt állítom, hogy másképp kellett volna, többet kellett volna tenni ezért a gyermekotthoni közösségért. De ja, csak ezt elítja, ezt gondolom nem ok egy feljelentésre. Hát, nézze, az is egy érdekes dolog, hogy nem Pölöskei Gáborné nyilatkozik erről, hanem Áder János volt köztársasági elnökként, MTI nyilatkozatot ad ki arról, hogy ő beperelt engem az ő testvére, mert hogy ugye azt állítja Pölöskei Gáborné, hogy ő nem közszereplő, én meg azt gondolom, hogy egy magyar kormány helyettes államtitkár az bizony bizony közszereplő, és ezért mondtam a mai sajtótájékoztató, hogy álljon végre ki, mondja el, hogy akkor ő mit miért csinált, illetve hát ugye azt is tudjuk, hogy azóta ő elő és Balogh Zoltán minisztériumában lett államtitkár, most ugyan már a kulturális minisztériumban helyettes államtitkár, de azt az orbáni pedofil hálózatot, ha így végignézzük és így végigboncolgatjuk, akkor azt gondolom, hogy ebben Pöröskei Gáborné egy fontos szereplő. Én őszintén de szóval nem látom azt, hogy azon túlmenőleg, hogy, hogy élhetett volna a gyanúperrel, hogyha valaki bejelentést tesz, akkor biztosan bűnös az igazgató. Azon kívül mit kellett volna tennie? Én értem, hogy fel kellett volna függeszteni. Hogy meddig? Hogyha három évig tart egy rendőrségi vizsgálat, Látunk ilyet akkor három évig? Én azt gondolom, hogy ez egy olyan súlyos kérdés, hogyha egy gyermek otthonba, azok a gyerekek, akiknek ugye a családjuktól vannak elszakítva, vagy, vagy, nincs is családjuk, tehát ők nem véletlenül vannak ott ebbe a gyermek ő rájuk, a gyermek otthonnak és a gyermek otthon fenntartójának kell vigyázni, úgy, mint hogy mi a saját gyerekeinkre vagy unokáinkra vigyázunk. Tehát, ha ők egy ilyen súlyos esetben nem léptek, és ugyanúgy hagytak mindent a rendőrségi vizsgálat lefolyása alatt, akkor azt gondolom, hogy ez mulasztás volt. Akkor is így gondolnám, vagy akkor is ez az ügy, ugyanígy hangzana, hogyha nem Áder János sugáról lenne szó? Én azt gondolom, hogy itt az a felháborító, hogy az a pedofil hálózat, amit most van nagyon-nagyon régóta a DK is feltárt, és ugye minden elemét kezdjük már ennek ismerni, hogyha egy ilyen szereplő, akinek az lett volna a feladata, hogy védje a gyerekeket, vigyázzon a gyerekekre, akkor ő nem járt el kellő gondossággal. Azt már tudjuk, hogy az a rendőrségi vizsgálat 2011-ben az miért zárult úgy, hogy semmi látni való nincsen. Ahogy az előbb mondtam tehát, hogy nem, nem tudtak megállapítást tenni. Fél év vizsgálódás után arra jutott a rendőrség, hogy semmit nem találtak. Igen, de hát ugye tudjuk utána most már a történetet tovább, hogy pontosan K. Endre, akit ugye azért ítélték el, mert a pedofilt mentegette, neki segített azzal, hogy a gyerekeket rábeszélte arra, hogy vonják vissza a vallomásaikat. Pontosan tudjuk, hogy ezek itt olyan hibák voltak, amiket nem lett volna szabad elkövetni, és én ezekben a nyilatkozataimban azt állítom, hogy Pöröskei Gábornénak ki kéne állni a nyilvánosság Én értem, de most nem arra válaszol, amit kérdeztem. De Tehát itt volt egy rendőrségi vizsgálat, Pöröskei Gáborné tette a fel Jelentést a hivatal nevében igen, ő készítette igen, elő. Jó, a fővárosi így, önkormányzat? Igen, igen, akkor így, igen, de ő készítette elő a feljelentést, igen. Tehát ezt a részét megtette. Majd jön egy rendőrségi vizsgálat, ami egy olyan emberrel kapcsolatban, akiről öt évvel később egy öngyilkos gyerek kapcsán kiderül, igen. hogy igenis megtette mindazt, amivel vádolták. Jön egy rendőrségi vizsgálat, amelyik azt mondja, hogy semmit nem csinált. Ez e, hogy fordulhat elő? Nekem biztos, hogy nem tisztem az, hogy én ezt a rendőrségi vizsgálatot most így ennyi idő évtáradatából felül Nem kérték ki az anyagokat e, jogászok által például? Amiből, amit mi látunk és amit mi tudunk, az az a fővárosi vizsgálat, amit a főjegyző rendelt el a fővárosi önkormányzatnál, és annak van egy vizsgálati jelentése, és ebből feketén-fehéren derül az ki, amit én ugye állítok, hogy nem tettek meg mindent azért, hogy a gyerekeiket megvédjék a bicskei gyermekek. Fuga tehát beperelte önt is, és Dobrev Klárát is a jogcím rágalmazás és személyiség jogok megsértésének gyanúja. Kíváncsi hát állunk elébe, vagy én elé hogy állok elébe a pertnek, azt nem tudom, mert ugye az MT nyilatkozata amiért tényleg érdekes, hogy Árder János nyilatkozik a húgak helyett, nem is értem, hogy miért kell Pőskei Gábornénak Árder János mögé bújnia, és éppen azt várnám el, hogy ő, mint egy közszereplő, álljon ki, és akkor védje meg magát, hogyha ő szerinte ez, ezek az Ez magánvádos, úgy magánvádos, ügyben a parlament nem szokta kiadni a képviselő. Ezt majd meglátjuk, tehát én állok elébe a pernek, de azt gondolom, hogy az lenne tisztességes, ha kiállna a nyilvánosság elé, és elmondaná azt, hogy mi történt, és mi nem történt, mit tett, és mit nem tett akkor. Én azt gondolom, hogy Áder Jánosnak nyilván ebben az ügyben más szerepe van. Az egy furcsa dolog, hogy a fideszes köztársasági elnököknek, vagy volt köztársasági elnököknek ilyen viszonya van ehhez az egész ügyhöz. Hát talán ebben az esetben a saját hugához, de... Majd ezt is megtudjuk előbb-utóbb. Gényi Metelzsébet, köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is.